Start! Start elindult a nap harmadik futama, Francis Diamond díj, remekül sikerült az egész mezőnek, különösképpen a favoritnak az indítás, hiszen a startot követően nagyjából 200 méterrel már Tour de Luxe langyarandol el tud menni vezetni. Mögötte bent a falon Chicago őrzi a kedvezőbb pozíciót, a kedvezőbb ívet, és tartja egyelőre a helyét, aztán jön Lara Ryan, valamint Big Ben Pax párosa, kívülről érkezik Bennett, Nemanja Masiccsal, aztán a folytatásban Karina Flink, csillagfényer, és Csokító az, aki visszaesik a mezőny végére. De a tempó sem rossz, és nagyon együtt van a komplett társaság, mind a nyolcan még versenyben, akkor, amikor az egyenesen fordulnak, és a frontban egyelőre nagyon könnyen, nagyon magabiztos, ami mindig a favorit üget, Tour de Luxe. Előnye nagyjából másfél-két hosszra tehető, bár ahogy ezt kimondom, egyre inkább közelít hozzá Big Ben Pax a második pozícióban, aztán ott belül még mindig Chicago következik, kívülről pedig Ben az, aki egyre inkább zárkózik. Tömörödni látszik a mezőn, gyakorlatilag egy olyan 10 méteren belül az egész csapat, tehát ebből még bármi lehet. A második kanyarba érkezve még mindig a favorit Tour de Luxe vezet, egyre közelebb azonban hozzá Big Ben Pax, aki mögött ott van Bene, a szerb tulajdonból érkező ügető, illetőleg a falon Chicagót láthatjuk még egészen jó helyzetben. Bene ott nagyon-nagyon nyomulni látszik, és könnyen lehet, hogy kijebb veszi őt hajtója, mert mint hogyha egy kicsit gyorsabb lenne, mint az előtte ügető Big Ben Pax. Hát majd meglátjuk, minden esetre változás nincs, tökéletes kettes fogatokban rendeződik a nyolc ló, tehát négy párost láthatunk, akik közül nagyon jól tudja tartani a falat Tour de Luxe, azonban mire ezt kimondom, egy kicsit előrébb van Big Ben Pax, annyira azonban nem, hogy itt a kanyarba érkezve le tudjon csukni, hiszen úgy látom, hogy Tour de Luxe-ot is forszírozza egy picit hajtója, hogy megtartsa a belső ívet, aztán pedig ott van még jó helyzetben Bene is. Visszafelé megy Chicago, háttérből egyelőre talán Lara Ryan lendülete tűnik egészen jónak. Big Ben Pax folyamatosan támad, kicsit előrébb is, mint Tour de Luxe, ami mindenképpen meglepetésnek számít. Tour de Luxe a falon, kívülről pedig Big Ben Pax lassaskán átvette a vezetést, de azért a vége talán Tour de Luxe számára kedvezhet, és a háttérből is érdemes figyelni mondjuk Lara Ryan, de Bene is nagyon-nagyon közel. Tour de Luxe most már egyértelműen verve van, sőt, a dobogóért is küzdenie kell. Big Ben Pax pedig elő van, ebben a újabb gyola is győzelem lesz ezután. Márton Lajos, illetve Big Ben Pax jó voltával, aki könnyedén húzza be ezt a futamot. A második helyet azért megőrzi Tour de Luxe, a harmadik helyre feljön Lara Ryan, majd jön Bene, ötödikként pedig csillagfényer.